Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az Unió 148. adását látják. Északi szomszédunknál dúl a magyar ellenes hisztéria. A szlovák sovinizmus okairól és lehetséges elhárítási módozatokról fogunk ma beszélgetni Durai Miklóssal, a Felvidéki Magyar Koalíció pártja stratégiai alelnökével. Nagy szeretettel köszöntelek, Miklós, itt a stúdióban. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nézzünk meg egy néhány híradó részletet az elmúlt hónapokból. Lassan már mindennapossá válnak a szlovák nacionalista pártvezető magyar ellenes kirohanásai. Vasárnap egy televíziós beszédében Jánz Lota azt mondta, magyar bírálóit annyira sem becsüli, hogy leköpje őket. Csáky Pált, a magyar koalíció pártjának elnökét pedig idézem, Ganénak nevezte. De hasonló jelzővel illette az egyik cseh államfőjelöltet, Jánz Vejnárt is. A szélsőséges politikus magyar ellenes kirohanásai hataromra kerülését követően kezdődtek. Ki ne emlékezne Szlota azon kijelentésére, mely szerint tankjaival taposná szét Budapestet, és Szlovákia egy négyzetcentiméterét sem engedi át, ahogyan ő fogalmazott, a rohadék magyaroknak. A nemzetközi rosszallás és negatív visszhang ellenére Robert Fico, szlovák kormányfő továbbra sem határolódott el a szélsőséges politikustól. Jánz Lota így máig a pozsonyi kormánykoalíció tagja lehet, és folytathatja magyar ellenes akcióit. Az elmúlt hetekben például többször is élesen kritizálta a budapesti vezetést és a magyar politikusokat. Sólyom Lászlót és Orbán Viktort letolvajozta, és azzal vádolta őket, hogy a magyar politikusok indokolatlanul avatkoznak bele a szlovákiai magyar koalíció pártjának napirendjébe, és visszaélve pozíciójukkal feszültséget gerjesztenek. Miközben a Fidesz elnöke és a köztársasági elnök mindössze a határon túli magyarok sorsa és helyzete felől érdeklődött. A magyarok rákos daganat a szlovák nemzet testén. A szlovákiai magyar koalíció pártja Szlovákia elpusztítására esküdött. A magyar iskoláknak el kell tűnniük. Néhány idézet Jánz Lotától, a szlovák nemzeti párt elnökétől, a szlovák kormány tagjától. A magyar ellenességéről és szélsőséges kirohanásairól ismert politikus mellett a két ország közti konfliktus ellenére a szlovák kormányfő kiáll, sőt a védelmére kell. A legutóbbi botrányt az okozta, hogy Göncz Kinga külügyminiszter magához kérette Budapest szlovákiai nagykövetét. A külügyminiszter magyarázatot kért Szlota legutóbbi magyar ellenes megnyilatkozásaival kapcsolatban, illetve kifogásolta, hogy a törvények ellenére a magyar iskolák tankönyveiben kizárólag szlovák nyelven írják a földrajzi neveket, ráadásul az intézmények az Európai Uniós támogatásból sem kapnak. Robert Fico kormányfő ezt provokációnak nevezte, és válaszul bekérette a pozsonyi magyar nagykövetség ügyvívőjét. Elfogadhatatlan, hogy Magyarország beavatkozzon Szlovákia belügyeibe. Szlovákia 1993-as megalakulása óta állandó jelleggel támadják az országot, igyekeznek lejáratni a nemzetközi fórumokon. Többek közt ezeket mondta a szlovák kormány főpénteki sajtótájékoztatóján. Szombat délután több mint 15 ezer magyar szurkoló ment ki a szlovák labdarúgó bajnokság Dunaszerdahely szlován Bratislava rangadójára. A mérkőzés rendben zajlott a 17. percig. Ekkor ugyanis a szlovák rendőrök a szemtanúk egybehangzó állítása szerint minden előzmény nélkül nekirontottak a magyar tábornak. Egyes vélemények szerint az válthatta ki az erőszakos akciójukat, hogy Nagy Magyarországot ábrázoló transzparens is volt a nézőtéren. A Hungária kiáltásokat azonban elfojtotta a rendőr adtak. A menekülő szurkolók előtt nem nyitották ki a tribűnről kivezető ajtókat, ezért a drukkerek összezsúfolottak, illetve elkezdtek leugrálni. A szlovák szurkolók örömmel fogadták a történteket. A gumibotos ütlegelés során sokszor még földön fekvő, magatehetetlen embereket is bántalmaztak. Végül a magyarok kimenekülhettek a stadionból sűrű rendőrütleg közepette. Hát nehéz szavakat találni. A 21. században egy formailag barátinak mondott országban, hogy közös nemzetközi szervezetekben vagyunk, és ilyen események történnek. Hát Miklós, mi az oka ennek a fékevezett sovinizmusnak Szlovákiában? Nyilvánvaló, hogy a bejátszásban látott jeleneteket nem lehet kizárólag egy kalap alá venni. Hát a Szlota jelenséget azt külön kell kezelni. Külön kell kezelni a dunaszerdahelyi szurkolók ellen bevetett rendőröknek a brutalitását, illetve magát a bevetést. És külön kell kezelni a évtizedek óta
romló szlovák-magyar viszont. Erről beszélünk talán leginkább, mert Szlota, ugye én nyugodtan kijelenthetem, egy őrült, köztörvényes bűnöző, alkoholista, úgyhogy vele ne sokat foglalkozunk, azért... inkább azzal, hogy miért tűri el ezt a szlovák kormány. Társadalmilag azért összefüggenek ezek, de akkor is külön-külön jelenségként nyilvánulnak meg. Most talán érdemes egy nagyon picit visszatérni a történelemben. Térjünk. Hogy hol kezdődött mondjuk egy szlovák-magyar, szlovák körökben a magyar ellenesség. Hogyha visszaemlékezünk a 1830-as évekre, akkor tulajdonképpen egy dolog rémlik fel, a pánszlávizmus. Most a pánszlávizmus talaján felnőtt szlovák értelmiség az nem volt magyar barát. Ennek egyik legkirívóbb példája volt a Deák téri evangélikus templom egyik lelkésze Ján Kollár, aki 1836-ban a szószékről arra biztatta híveit, hogy csak azokat mentsék a szennyes árból, akik szlávul kiáltanak segítségül. Többek között ez az evangélikus lelkész a császári udvar besúgója is volt, és egy fontos szereplője volt a közép-európai pánszláv orientációnak. Na most ezt csak azért említettem, ezt a elég régi eseményt, mert talán ez az első pont, ahova vissza lehet következtetni, illetve ahonnan lehet pörgetni. Hát igen, sokkal tovább nem is tudunk visszamenni, mert... szlovák körökben kialakuló magyar ellenességet. Engedd meg csak egy szóra, tehát sokkal messzebb már történelemben nem is tudunk visszamenni, mert szlovák nép, mint ilyen nem létezett, szlovák állam nem létezett, létezett egy szláv lakosság ugye az északi vidékeken, és ezt karolta, ezt vette be magába a pánszlávizmus mozgalma, ugye? Hát a szlovák nép az évszázadokon keresztül formálódott önálló nemzetté. Elég nehézkesen ment ez a földrajzi körülmények miatt is, hiszen a Magyarország északi részén élő szláv részek, azok eléggé el voltak egymástól szigetelve. Na de nem is ez a témáknak a igazi próbaköve, hanem az, hogy hogyan alakult ki a szlovákságban magyar ellenség. Ne az egész szlovák nemzetet vegyük, hanem a magyar elleneseket. Nyilvánvaló, hogy a első világháború utáni új államok alakulásával vált ez programmá, tehát a Csehszlovákia megalakulásával, ugyanis akkor a szlovák nemzetnek a önálló nemzeti szerveződése, fejlődése rohamosan haladt előre, és sajnos akkor döntöttek úgy, hogy a legfontosabb nemzetformáló eszköz az ellenségképnek a megalkotása. És hát két ellenségképet tudtak egyszerre megalkotni, a cseheket és a magyarokat. A csehekre rá voltak utalva, tehát a cseh ellenesség az sokkal mérsékeltebben nyilvánult meg. Végül is tekik köszönhették a kiválást is. Igen, a magyar ellenesség pedig nemzetformáló tényezővé vált, és hát nagyon fontos szerepet kapott a második világháború után ez a magyar ellenség a szlovák körökben. Most tudatosítani kell azt, hogy a magyar ellenség a szlovák körökben azonosult a csehszlovák állameszmével, meg pedig a csehszlovák állameszme az 1918 után, mert 18 előtt is volt csehszlovák állameszme,
de 1918 után kitűzte célként a tiszta szláv etnikumú Csehszlovákiának a létrehozását, amihez kapóra jött a második világháború, illetve a második világháborúnak a befejeződése és az akkor kialakult hatalmi helyzet. Ezért üldözték el a magyarság egy részét az akkori Csehszlovákiába, telepítették szét, úgynevezett nemzetváltási programot terveztek meg a magyarok számára a reszlovakizáció címen. Tehát akkor 4 éven keresztül ez dúlt. Viszont az 50-es évek elején ezt a fajta magyar ellenséget vissza kellett szorítani. És ezt érdemes mindenkinek megjegyezni, hogy az első felszabadulása a magyar ellenségnek a kommunista hatalom átvétel után 1968-ban volt. 68-ban magyar ellenes menetek szerveződtek Szlovákiában, és Májtusföld Csalóköz egy részén meneteltek végig egész az Ipoly völgyéig, és a magyarok rettegve zárták be házaikat, szögezték be deszkával az ablakaikat, ajtaikat, mert annyira féltek ezektől a bandáktól. Az űrügy az volt, hogy Magyarország is részt vett a bevonulásban. Nem, az még előtte. Ez még előtte, előtte volt? Ez egy ilyen... Tehát érdekes, nem tudom. Azok a szabadságnak az a lehetősége, amely 68-ban hirtelen nyakunkba szakadt, az felszabadította az elnyomott sovinizmust is egyes szlovák körökben, és ilyen formában tört elő. Na most nagyon lényeges a rendszerváltozás utáni időszak. Pár napig ugyan úgy nézett ki, mintha közösen szabadultunk volna fel a kommunizmus elnyomása alól, és hirtelen, mintha megjelent volna előttünk egy közös jövő, de ez valóban csak egy pár napig tartott. Én például 1989. december 8-án részt vettem Prágában az új kormány megalakítása körüli tárgyalásokban, és úgy volt, hogy én is tagja leszek a új Csehszlovák Szövetségi Kormánynak, és csak azért nem lehettem a tagja, legalábbis a jegyzőkönyvek szerint, csak azért nem lehettem a tagja az új Csehszlovák Kormánynak, mert magyar vagyok. Semmilyen más kifogást nem emeltek ellenem, csak azt, hogy hát magyar vagyok. Na most, tehát véget ért a idilli pár nap november 17-e után, és fellépett a magyar ellenségnek egy új formája, amely közvetlenül kapcsolódott Szlovákia önállósodásához. És ez egy, tulajdonképpen az az érzés, hogy ez volt egyik legtragikusabb mozzanat a szlovák-magyar viszonyban, hogy nem úgy, mint ahogy a két világháború között Esterházy János a magyar érdeket össze tudta kapcsolni a szlovák autonomista érdekekkel, hanem a magyar érdek és a szlovák érdek teljesen elvált egymástól, mert a magyarok azt mondták, hogy mi nem támogatjuk Szlovákia önállósulását, a szlovákok pedig azt mondták, hogy akik Szlovákia önállósulását, illetve a szlovákok egy része, azt mondta, hogy akik Szlovákia önállósulását nem támogatják, azok árulók. Voltunk már korábban is árulók, 1945-ben legalábbis annak neveztek bennünket. Na most ez a szétválás, ez a törekvéseknek a szétválása 1990 után, ez teljes egyértelműen megmutatkozott 1998-ig a szlovák politikában, majd most 2006-tól. 98 és 2006 között ez be volt zárva a fedél alá. Tehát ez a, Létezett, de nem tört felszínre, azért, mert felülről nem szították. Igen. 1998-ig felülről szították,
és 2006-tól ismét felülről szítják. Most, és itt kell talán a Slota jelenséggel külön foglalkozni, mert ugye, hogyha Ján Szlotának a megnyilvánulásait vesszük, akkor tulajdonképpen orvosilag lehetne leírni mindazt, amit a politikában ő művel a kijelentései alapján. De ugyanakkor, tehát mondhatnánk azt is, hogy nem kell őt komolyan menni. Igen, de a kormány, amelyik ezt fedezi. Igen, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ő hatására a rossz indulatok törnek fel a társadalomból. Igen. És ennek tudható be az, hogy ez év nyarán készített, 2008 nyarán készített felmérés, hogy a fiatal szlovák generáció, tehát a 18-26 év közötti generáció, az nagy mértékben, tehát az országos átlagtól dupláján támogatja Ján Szlotának a politikáját, és a 15 éves generáció még nagyobb mértékben, 30% fölötti mértékben a leggyűlöletesebb nemzetnek a magyar tartja. Na most ez tragédia, több mint a 15 éves korosztálynak az egyharmada ilyen véleménye van, és több mint a 60% azon a véleményen van, hogy a magyaroknak nem szabadna nyilvános helyen magyarul beszélni. Most ez ebben a generációban nem önmagától alakul ki, mert nem születik igen. Ennek. Hát így van. Hanem különböző csatornákból éppen a Slota jelenség hatására ezt szívják magukba, és ezt éltetik, ezt dolgozzák fel, és alakítják ki magukban életerményé vagy véleményé. Tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy ti, tehát felvidéki magyarok nem adtok okot arra, hogy a fiatalságnak ilyen kép alakuljon ki rólatok, vagy rólunk, tehát Magyarország sem ad olyan lehetőséget, hogy az gyűlöletkeltést okozzon. Ne nézzünk semmi más, csak a 2006-ig, tehát 1998 és 2006-ig tartó 8 évet, amikor a Magyar Koalíció pártja a kormánykoalíciónak a tagja volt, és a Magyar Koalíció pártja, tehát a magyarok részvétele nélkül Szlovákia nem válhatott volna sem az Európai Unió tagjává, sem a NATO tagjává. És ezt minden normális szlovák ember elismeri, hogy ez volt az a 8 év, amikor a legnagyobb társadalmi béke volt Szlovákiában az elmúlt 18 évben. Na már most, hogyha nem ez válik életélményé, hanem egy olyan érzés, amelynek kialakulásához a reális körülmények nincsenek adva, akkor ez egy olyan fajta virtuális magyar ellenség, amely ellen tulajdonképpen harcolni sem, küzdeni sem lehet, mert nem lehet az ellenkezőjét bizonyítani, mert nem a bizonyítékokat fogják fel, illetve fogadják el, hanem az érzelemre ható uszítás. Éppen ezért fölülről kell kezdeni a megoldást a szlovák politikai erőknél. És ez a harmadik tömbje ennek a kérdésnek, hogy hol van itt a felelőssége a politikai osztálynak, illetve a kormányzatnak. Ugye említettem, hogy 98 és 2006 között felülről nem kaptak magyar ellenes indulatokat kiváltó utasításokat. Ennek következtében az utcai magyar ellenesség nem nyilvánult meg. Ami tulajdonképpen arra szolgál bizonyítékként, hogy ezzel a módszerrel a magyar ellenséget vissza lehet szorítani a úgynevezett norma határai közé, mert azt nem lehet elképzelni, hogy ne legyen magyar ellenség, mert minden nemzetben vannak különböző fóbiák.
Na de, hogyha az a norma határon belül van, és lokalizálható bizonyos társadalmi csoportokra, vagy rétegekre, akkor azt lehet kezelni. És nem emelkedik kormányzati szintre. Na most, ilyen, hogy ez Szlovákiában kormányzati szintre emelkedett, ezért tulajdonképpen nem lehet ellene eszközöket találni, illetve eszközöket lehet találni, csak nem hatékonyak ezek az eszközök. Na most a harmadik tömbje ennek a magyar ellenségnek az, ami a napokban nyilvánult meg, a dunaszerdai szurkolóknak a megverése. Na most, persze ez nem itt kezdődött. Ez 2006-ban kezdődött, legalábbis bizonyíthatóan 2006-ban kezdődött Marina Herdig megverésével, illetve pontosan a megverése utáni kormányzati megnyilvánulásokkal, amikor a miniszterelnök és a belügyminiszter egy közös sajtótájékoztatón bizonygatták azt, hogy Marina Herdiget nem verték meg, ő hazudik, és ez tulajdonképpen a magyaroknak a szlovák ellenes mesterkedéseinek a része. Na most, ugye az nem vitatható, hogy szegény Hedviget megverték, hiszen rengeteg bizonyíték szolgál arra, hogy őt megverték, és rengeteg bizonyíték szolgál arra, hogy semmit a történetéből nem talált ki, sőt, sokra szerintem nem is emlékszik, mert olyan sokkos állapotban volt. Na most, ami most történt a dunaszerdai futballpályán, illetve a lelátón, az azért közvetlen folytatása ennek a Marina Hedvig ügyének, mert ugyanúgy a kormányzat szerepe megvolt benne, és államhatalmi eszközökkel avatkoztak be békés polgárok, békés futballszurkolók ellen, akik között lehet, hogy voltak különböző nézetű emberek, akik arra gondoltak, hogy talán jó lenne egy kis csípuhi is, de nem történt meg. Nem kezdték még, rendőrök kezdték el. Így van. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez egy hatalmi provokáció volt, és utána ugyanúgy nyilvánult meg a kormányzat, mint Marina Hedvig ügyében, ugyanúgy letagadtak mindent, és pontosan a fordítottját kezdték magyarázni. Na most nézzük meg azt, hogy mi ennek az oka. A félelemkeltés. Mert úgy, ahogy az első Csehszlovák köztársaságban arra törekedtek, hogy a etnikai határ és a államhatár egybeessen, tehát leszorítsák az etnikai határt a Trianonban meghúzott államhatárra, ahogy 1945-ben és utána üldözték el a magyarokat a szülőföldjéről, most a félelemkeltés miatt mennek el a magyar fiatalok, de úgy, hogy már nem térnek vissza. Kedves Miklós, sajnos most már csak az okokról tudtunk beszélni ezenek a műsornak a keretén belül. A megoldások és a lehetséges kiút egy másik műsor kereteiben tud majd elhangozni. Csak egyetlen mondat, hogy én bennem a dunaszerdahelyi események láttam, a legnagyobb félelmet azt keltette, amikor a szlovák szurkolók éljeneztek és tapsoltak a rendőratakra. Szóval ez tényleg tragikus, és nagyon szépen köszönöm azért, hogy eljöttél, át szaladtál ide Pozsonyból. A legközelebb arról beszélünk, hogy hogyan lehet ebből kiutat találni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek, kedves nézőink, a szíves figyelmüket, és várom önöket a jövő szombaton is.